Na akkor lányok, tőletek is egy nevet kérek szépen. Én Fanny vagyok. Teljes neveden, igen. Feltetics Fanny. Feltetics? Igen. Jó, tehát Fanny és? Keresztes Regina. Fanny és Regina. Na, hogy éreztetek magatokat a mai Zsebibaba tornán, csapatbajnokságon? Én nagyon jól éreztem magam. Na és miért? Mert jól sikerültek a gyakorlatok. Úgy sikerült, hogy tervezted? Igen. Mely gyakorlatok voltak jó? Hát, inkább a korlát. Na és miért? Mert ott minden sikerült. És mi az, ami kevésbé ment úgy, ahogy szeretted volna? Az ugrás, mert lehajlítottam a lábam. Akkor az meg nem? Neked milyen ez a mai verseny? Hát én mosolyok itt először, de nagyon jól éreztem magam. Akkor ez az első ilyen élményed itt a tornacsarnokban? Igen. Na, akkor ez neked egészen új. Mesélnél erről, hogy milyen is? Hát nagyon izgultam. És ugye hát a csapattársaim bíztattak, hogy sikerülni fog, és nagyjából sikerült is. Abszolút sikerült is. Ti érmet is szereztetek? Még. Vagy még most? Még nem volt eredmény. Mi most várunk. Jó, mindegy. Így gyakorlatilag azért is fontos, de mindig megkérdezem a többiektől is, hogy éremre készültek, vagy dobogóra, vagy egyáltalán, mint hogy mondtad, hogy neked ez az első ilyen nagy versenyed. Itt még nem feltétlenül a dobogós hely számít, hanem egyszerűen egy versenyélményt, egy versenyrutint szerezhette. Hát igen, de azért remélkedem a dobogós helyen. Dobogós hely? Neked is ez a terved? Hát igen. Nekem ez már a harmadik Zsebibabás versenyem. És már voltunk is ebben a teremben, úgyhogy én dobogóra számítom. Igen, akkor te már mondhatni rutinos versenyzőként tértél vissza a tornacsarnokba. Hát, igen. Ez nem az első alkalom, mint ahogy elmondtad, a harmadik. Mikor kezdtetek el tornázni? Hogyan kerültetek kapcsolatba a tornasporttal? Én a mostani edzőmmel balettoztam régebben, és ő mondta, hogy elkezdődött ez a szertem, és akkor mentem oda. Mondtad, hogy először vagy itt, hogyan jött a torna? Hát én 10,5 évig táncoltam, és januárban kezdtem el szártornázni, és úgy kerültem ide. Miért választottad a tornát? Hogyan jött ez a váltás? Hát nagyon megtetszett, és így voltak más vanyaim a tánccal, ezért a torna jobban tetszett. Mi az, amit el szeretnél érni tornászként? Neked akkor ez meg egy teljesen új dolog. Látod már az utad? Hát, még nem igazán, de majd előjön. Igen, mindenesetre a tornasport szépségei azért mindkettőtöknél megvannak, hiszen miért is választottátok volna a tornát? Hát, nekem nagyon tetszettek először a szerek, és én szeretek ugrálni, és hát ez egy elég ugráló sport. A mozgásigényed is ki van elégítve a sport által, tehát a nap végére gondolom jól elfáradsz. Hát igen. Neked? Hát én azért választottam, mert ugye nagyon tetszett, meg nagyon sok videót néztem róla, és nekem engem ugye a talaj fogott meg a legjobban, és az is a kedvencem. Van esetleg példaképetek? Láttok olyan tornázt, akire büszkék vagytok, vagy szeretnétek hasonló sikereket elérni, mint ő? Hát nekem Makra Noémi és Becegő Dori. Valóban sikeresek, olimpiai bajnokok is. Hát más igazán nem. Őket is néztem videó, hogy miket csinálják. Nagyon ügyesek. Olimpikonok közben eszembe jutott, hogy a Dorina is ilyen sikereket ért már el. Neked? Hát nekem is Dorina. Mert nagyon ügyes, és a mozgása is nagyon egyedi, vagy sajátos, és így én is úgy szeretnék tornázni, mint ő. Köszönjük szépen, lányok! Hasonló sikereket kívánom! Köszönjük szépen! Köszönjük!